Senkitől sem zavartatva, békésen sütteti magát a napon a vörösfülű ékszerteknős, nem messze tőle két másik az aranyhalak között úszkál az Ürgemezei tóban. Májusban elkezdődött a hüllők párzási időszaka, heteken belül pedig a nőstények lerakják tojásaikat a homokban. Májusban párosodnak a teknősök, és ilyenkor utána június-július időszakában kimennek a partra, és akár a nőstények messzebbre is eltávolodnak a tótól. Homokos helyet keresnek, ahova lerakják a fürtőjás méretű kis látyhéjú tojásokat, amikor kikelnek, akkor a kis teknősök az életük legveszélyesebb útján indulnak vissza a tóhoz. A korábbi évek tapasztalatai szerint ilyenkor sok természetjáró lép rá a tojásból kikelt apróságokra, az Ökocsiga Egyesületnél azt kérik, legyünk figyelmesek, amikor a tó környékén járunk. Figyeljenek a lábuk elő a futók, a biciklizők, a motorozók, az autózók, mert nagy kárt okozhat egy ilyen apró jószágba a taposás, mert lágy még a teknőjük. Szívesen veszik, hogyha oda segítik őket a vízhez, hisz nem csak az emberi zavarás az, ami veszélyt rejt számukra ilyenkor, hanem a ragadozó madarak például, vagy a rókák, a borzok. Az Ökocsiga Egyesület szerint nem csak a teknősök vannak veszélyben a figyelmetlen természetjárók miatt. Sajnos volt olyan, amikor felnőtt állatot is találtunk eltaposva. A vízisikló például egy olyan siklónk, ami akár több száz méterre vagy kilométerre is megtalálható a víztől. Tehát bár a nevében az van, hogy vízi, nem feltétlenül kötődik állandó jelleggel a víz közelségéhez. A kockás sikló az biztos, hogy csak mindig a vízben vagy a víz közvetlen környezetében fordul elő. Így például közel az autópályához, innét láttam már eltaposott vízisiklót, tehát nem feltétlenül csak a közelben, a víz közelében várható a felbukkanásuk, úgyhogy mindenképpen azt kérjük, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a földutakon is.